Viharkár következtében lakhatatlanná vált egy mezőtúri család otthona. Tévéztünk, itt volt velünk édesanyám, és akkor vettük észre, hogy folyamatosan kezd csöpögni a plafon, és így a különböző helyiségbe egymás után potyogott le a plafon. Kislányt menekítettük, mert attól félt, hogy rászakad a plafon. Most édesanyámhoz tudtunk elmenni, de a kislány folyamatosan azt hajtja, hogy ez az otthona is vissza szeretne jönni. Egy mezőtúri családháza viharkárt szenvedett, otthonuk lakhatatlanná vált. A szomorú eseményről a város polgármestere is beszámolt közösségi oldalán. Önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást biztosít részükre, ám a károk elhárítására további támogatásra van szükségük, írta Szűcs Dániel. Szívesen fogadnak anyagi vagy akár alapanyagbeli, így gipszkarton, kartonragasztó támogatást is. Tegnap este arra lettünk figyelmesek, hogy elkezd a mennyezet foltokba szakadozni lefele, és már csurgott is a víz. Na most ez folytatódott azzal, hogy nagyon megijedtünk, és elkezdtünk telefonálgatni, hogy gyorsan segítséget kérni, hogy minél hamarabb ki tudjuk pakolni a menthető dolgokat, ami még tényleg nagyon veszélyben van. Aztán az áramot is gyorsan kellett intézni, hogy nehogy felgyulladjon valami a házban. De ez a folyamat, ahogy mi intézkedtünk, folytatódott, és ugye továbbra is jelentkeztek a problémák, tovább szakadt a mennyezet, de hogyha megyünk beljebb a gyermek szobájába, akkor viszont itt már határozottan látszik, hogy itt egy nagy darabba esett le, és még jó, hogy nem voltunk itt. Éppen abban az adott pillanatban. Kérem, hogy aki teheti, segítsen a bajba jutott családon, hívta fel a figyelmet a polgármester, aki a család elérhetőségeit is közzétette. A bajba jutott család bankszámlaszáma Makráné Tóth Nikoletta 11 77 34 56, kötőjel 41 04 83 79. A közleményben fontos feltüntetni az adomány szót.